Kedves hallgatóink, tovább folytatjuk délelőtti műsorunkat. Zenta István barátom a vendégünk, régi ismerős, hát most már talán 25 éve biztos, 25 éve biztosan ismerjük egymást. Tehát van közös múltunk és van ismerettségünk egymásról, egymás munkásságáról. Most éppen egészen új arcát mutatta meg, hiszen üzletember és vállalkozó után egy alapítványt hozott létre, aminek nagyon nemes és nagyon szép a célja. Mondhatnánk azt, hogy oktatás, de azért ez ennél sokkal uh, szélesebb spektrum és sokkal érdekesebb. Kedves István, mondj egy-két mondatot erről az alapítványról. Mi a neve, hogy működik, és mi a célja főleg? Hát, kedves Károly, köszöntelek, és köszöntöm a rádió hallgatóit is, és megtiszteltetés, hogy itt egy induló rádióban már rám esett a választás, hogy egy kicsit beszélgessünk. Hát az alapítványt úgy hívják, hogy Spacebus hangari Hungary oktatást támogató klíma és környezetvédelmi alapítvány, és ennek első célja, célja oktatás, különös tekintettel 10-12 éves gyerekek irányába, és az a legfontosabb, hogy ráébresszük őket arra, hogy mennyire törékeny a mi földünk és ezt egy olyan oktatási programmal visszük végbe, ami a gyerekeket felkészít és elviszi egy virtuális ürötozásra, és megtapasztalják mindazt, amit csak az az alig 600 ember látott, aki ebbe az űrből a földet nézte. Hát röviden az alapítványról ennyit, így elsőnekifutásra. Hát a cél az fantasztikus, mert ugye egy más aspektusból mutatja be a mi kis földünket, mert ha valaki beleül egy ilyen készülékbe, ahol mint az űrhajósok fentről látja, ami kis földünket, akkor azt látja, hogy kicsiny, azt látja, hogy sérülékeny, azt látja, hogy nagyon vigyázni kell Hogy néz ki ez a gyakorlatba? Hát Ez a gyakorlatban? Program... Bocsáss meg, ki, ki volt az alapítója, mert ugye ez egy nemzetközi kezdeményezés, honnan indult, milyen személyek, filmjelzik? De azt kell tudni, hogy én világéletemben eléggé nyitott voltam, és nagyon sokat utaztam a nagy világba az összes vállalkozásomat, amit sikerre tudtam vinni, az többek közt ennek is volt köszönhető, hogy nyitott szemmel jártam távol-kelettől kezdve Egyesült Államokon keresztül, meg Európában, kiállításon, konferenciákon, és ezt vidám nyugdíjasként sem adtam föl ezt a szokásomat. És 2019-ben, még a Covid előtt, Amsterdamban voltam össze egy konferencia kiállítás workshopon, az volt, ami VR Days. Ez a virtuál reality-től, a, valóságos, a virtuális valóságról, a kitérzett valóságról, és ezekről a rokon tevékenységről szólt, aminek a kifejtésében most én nem mennék bele. És ezen az egyik előadó, egy Max Louvres nevű professzor, aki a Tilburg Egyetemnek a Mesters és Intelligencia és Kognitív Tudományok tanszékének a vezetője, tartott egy előadást, ami előadásnak az volt a tárgya, hogy a virtuális valóság az milyen hatással van az oktatásban a tanulókra, legyenek azok gyerekek vagy felnőttek. És több esettanulmányt is bemutatott, pontosan kettőt, és az egyik esettanulmány az a Space Buzz program volt, aminek az a lényege, hogy egy André Kuipers nevű holland orvos űrhajós, aki kétszer járt eddig az űrben, az úgy gondolta, hogy... Azt az érzést, amit ő megélt akkor, amikor a kilövés után elhagyta a légkört, és az űrből visszanézett a Földre, és látta ennek, hogy te is jellemezted a törékenységét, ezt a halvány, vékony, vékony légkört, ami tulajdonképpen lehetővé teszi a Földi életet. Hogy hát ezt az élményt, ezt meg kéne osztani minél több emberrel. És akkor összedugták a fejüket a professzorúrral, és e, megnézték, hogy kit lennének a legfogékonyabbak erre a e, élménynek a megosztására, és egy kutatás eredményeként az jött ki, hogy a 10-12 éves korosztály. És kidolgoztak egy tananyagot, egy 12 leckéből, küldetésből álló tananyagot, ami tulajdonképpen megismerteti ezekkel a lurkokkal az iskolai foglalkozáson belül a világűrt, a naprendszert, a földünket, a bolygót, a klímát, az élő és leten környezetet, és a hatodik küldetés lecke után pedig odagurul az iskolához egy hatalmas kamion, amin egy rakéta van elhelyezve, és ebbe be tudnak ülni a gyerekek, akik az első hat küldetés után sikeres vizsgát tettek az addig tanultakból, és részt vesznek egy virtuális utazáson, amelynek során megtapasztalják mindazt, amit az űrből látnak az emberek. Direkt nem űrhajost fogalmazok, mert vannak űrhajosok és űrtújisták, ez zárójeles megjegyzés, és megtapasztalják mindazt, hogy a kilövés után eltabnak a földtől, látják a kilövési helyüket, látják a földet, a bolygót, látják, hogy egy picikek is karácsonyfa, üveggömszerű díszítés, dísznek a törékenysége. annét föntről nem látszik az, hogy kinek milyen a vallása, a bőrszíne. Tehát pontosan az látszik, amit az Oltalom Rádiónak is az egyik fő mondani valója, hogy bárkihez szól, és teljesen egységes. Nem látszanak a különböző nézetek, semmi nem. Nem látszanak az országhatárok. Annél az látszik, hogy van egy kékes bogyó a világűr nagy sötétjébe, és teljesen védtelen. És akkor ezek a gyerekek ebbe a virtuális ürötadásba, ahol végig őket az André Kujpirsz űrhajósnak az avatárja, több mindent látnak, látják a gletcsereknek az olvadását, látják a esőerdőknek a pusztulását, látják az elsivatogodást, látják a túlhalászatot, látják a légszennyezést, és ezt végig kommentálja nekik ugye az űrhajós. Megkerülik a holdat, látják a holnak a sötét oldalát, onnét látnak egy földfelkeltét, ugye ez egy híres felvétel ugye annak idején, és itt a holdon ugye egy igazsasen 24 ember járt, majd elhaladnak a nemzetközi űrállomás mellett, kommunikálnak az ott lévőkkel, persze mindez a virtuális térben történik, és aztán vissza, a légkörön keresztül visszaérkeznek, és leszállnak egy ilyen 14-15 perces túra után. Hát röviden ez ez a program, és hát ez nekem annyira megtetszett, hogy az előadás után a professzor beszélgettem, hogy hogy lehetne ezt Magyarországon is meghonosítani, és összehozott a Kinti Space-ba az alapítvány igazgatójával, és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy 20 márciusában egy másik kiállítás konferencián voltam ki Amsterdamban, ahol ha már úgyis ott vagyok, akkor megszerveztem egy találkozót a igazgató és megállapodtunk, hogy Magyarországra az akkori Magyarországra kaptunk egy három éves kizárólagosságot, hogy ezt a programot bevezessük üzletileg ezzel nem egy nagyon nagy díl, mert az egyik kikötése az a holland partnereknek, hogy ez non-profit alapon kell, hogy működjön. Tehát az iskolák ezt az oktatási rendszert teljesen ingyen kapják meg. Tehát egy fillérjükbe nem kerül, ugyanakkor meg hát költségek ezzel járnak. Hát Hollandiában ez a program egyébként 18-ban elindult, és Hát ott közadakozásból, támogatásból gyakorlatilag összegyűjtötték azt a szükséges tőkét, hogy ezt a programot elindítsák, megvalósítsák a rakétástól mindenestől. És jelenleg ott tartunk, hogy több mint 400 iskolába jutott ez Hollandiában, és több mint 25 ezer gyerek vett ebben részt. Szóval márciusban megállapodtunk, és ugye nekem van egy kis mérnöki tanácsadó cégem, és hát ezzel a céggel, kezdtem el ezt a projektet és a áprilisban az a megtisztelő felkérés érkezett a holland barátainktól, hogy egy konzorciumot alapítanak holland vezetéssel olasz-francia részvétellel és nincs -e kedvünk nekünk ez a konzorciumhoz csatlakozni, mert beadnánk egy Erasmus Plus pályázatot hát nem kellett ezen sokáig vacilálni, hát hogy a fenében ne megtiszteltetés volt, hogy egyáltalán szóba kerültünk és csatlakoztunk a konzorciumhoz, megalakult a Spacebus nemzetközi konzorcium az említett négy ország részvételével, és beadtunk egy pályázatot áprilisban én teljesen függetlenül ettől a munkatársaim. Bocsánat, hova adtátok be? Hát a hollandok beadták. Ugye a hollandok voltak a konzorcium vezetői, ugye a konzorcium együttműködő tagja volt az olasz, francia és magyar tag, és a hollandok a kinti Erasmus központba adták be, az ő területleg illetékes központba. De hát ugye beadtuk, akkor már dübörgött a Covid, és mi a magunk rész a munkatársunk úgy döntöttünk, hogy hát ha nem nyerjük el, akkor is azért valamit kell csinálni, és akkor mi megalapítottuk a Space Bus Hungary Nonprofit Kft-t, hiszen a hollandoknak az volt a kitöltése, hogy ezt nonprofit alapon kell majd csinálnunk, már pedig az én kis mérnöki tanácsadó cégem az legalábbis for profit alapokon szeretne működni. És telt múlt az idő, elkezdtünk ebben dolgozgatni, és októberben jött a hír, hogy a pályázatunk nyert. És euh, akkor felprőgtek az események. Ez az Erasmus Plus pályázatról tudni kell, hogy ennek az első rész célja a STEM oktatás. Hogy mi az a STEM, ugye itt Magyarországon az MTM-t használjuk, ez a Scientific, Technology Engineering, Mathematics, tehát a természettudományoknak a területe. Uh, ugye itt csak zárójelben annyit, hogy európai trend, hogy sajnos módon ezeken a területeken egyre kevesebb a pályakezdő, egyre kevesebb, mert egyre kevesebben vál, mennek ilyen iskolákba, felsőoktatásba, mert egyre kevesebben érdeklődnek ez már a gimnáziumokba is, tehát már az általános iskolai tanításnál fel kell kelteni a lurkók érdeklődését a természettudományok irányába. Már csak azért is, mert a korunk kihívásaiban a műanyagszennyezés, a klímaváltozás és egyéb problémákat hát valószínűleg természettudományban jártas szakemberek és emberkék fogják megoldani. Azzal együtt, hogy ismert a mondás, hogy kultúra, sport, művészetek nélkül lehet élni, de nem érdemes de azért ezeknek a problémáknak a megoldása vélhetően elsősorban természettudományos szakemberekre fog fárulni. Lásd a Katalinnak a Covid kapcsán a védőoltás kifejlesztése. Na kedves Isten, akkor én most egy hosszú listát várok tőled, a listán szerepeljenek azok a kormányzati támogatások, amit ez a nemes cél, és az ennek megvalósítására a magyar kormány biztosít. Van időnk, sorolda. Hát, meg fogsz lepődni, Károly, mert, uh, elej, nem, mert nem azt fogom, hogy nulla. Ugyanis a helyzet az, hogy uh, amikor elkezdtünk, uh, ugye ez a Spacebus program, mint ahogy ebből kiderült, ez az Erasmus Plus program és maga a Spacebar, az annak két fő csapás iránya van. Az egyik az, hogy a természettudományok a STEM felé fölkeltse a fiatalok érdeklődését, a másik pedig, hogy a klímavédelem és közvetvédelem irányt érzékenyíts őket. Hát ennek a Alapján én, mint egy egyszerű, egybites mérdökember úgy gondoltam, hogy akkor azokat a minisztériumok keresem meg, akiknek ez, ö, ö, hogy mondjam, rájuk szabott. úgyhogy. már a környezetvédelmi minisztérium hogyha, nincs. hát igen, viszont az, az it, a most már nem ITM, de akkor még az volt az ITM. Az ITM-ben van a körforgásos és klíma, körforgásos gazdaságért és klíma védelemért, vagy klímapolitikáért felelős államtitkárság. Velük felvettük a kapcsolatot, mivel oktatás az emmivel felvettük a kapcsolat, és mivel benne van az űr is, bár csak a nevében, ezért felvettük a külügyjel is, dr. Ferenc Orsója kormány biztos kapcsolatot. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy vegyes volt a vegyes élményekkel tudok beszámolni erről. A kezdem, ami nagyon kellemes meglepetés volt, a Ferenc Orsója azonnal meglátta ebben a lehetőséget és ő elvállalta ennek a programnak a védnökségét, ami egy nagy megtiszteltetés, és ezúttal is köszönjük. Az EMI-ben, mikor először elküldtük a megkeresésünket, akkor visszaküldték, hogy mivel ez az űrrel kapcsolatos, forduljunk az űrkutatással kapcsolatos illetékesekhez, és akkor jeleztük, hogy hát el kéne olvasni az anyagot, mert a nevébe benne van a space, az űrszó, de aztán itt a dolog véget is ér és ennek, Ezek utána, utána voltak tárgyalásaink, és a Klebersberg Központ elnökasszonyával és kabinett főnökével, mikor sikerült személyesen is egyeztetnem, ők szintén meglátták ebben a lehetőséget, és elvéllel mellé álltak. Hát az ITM-nél ott még folynak a kapcsolatfelvétellel kapcsolatos tevékenységeink, igyekszünk, igyekszünk, és bízunk benne, hogy siker fogja koronázni a törekvéseinket. De azt kell, hogy mondjam, hogy például a Klebersberg központtól azt a nagy segítséget kaptuk, amikor elnyertük ezt a pályázatot hogy elinduljon ez a munka. Ez egy három éves munka. Tehát 2020. októberében az Erasmus Pluszat elnyert konzorcium egy három éves munkát kapott, ami három évre tagozódik. Az első év arról szólt, hogy dolgozzuk ki a tananyagot. Ja, mert azt előbb ugye nem fejeztem be azt a gondolatomat, tehát ennek az Erasmus Pezetnek a célja, hogy a gyerekeket érzékenyítse a STEM termétő felé. És ennek a célnak az elérésének az eszköze, a már bemutatott space -be, az oktatási programnak nyilván egy upgrade változata. Tehát az első év arról szólt, hogy ezt a munkát végezzük el, készüljenek el az anyagok. A második év arról szólt, hogy ez egy pilot programban a holland, magyar, olasz, francia gyerekekhez jusson el ez zajlik most, és a harmadik rész arról szól, hogy ennek majd a, a feedbackeket a visszajelzések alapján finomítsuk, és kialakuljanak azok a végleges szellemi termékek, ami alapján egy-egy adott országban az adott ország adottságnak megfelelő oktatási program elindulhat már Hozzát Hozzáteszem, hogy ez az első munka, ez az első egy év, ennek különböző szakaszai voltak. Ha ezzel nem mondhatom még kedves Károly. Egyáltalán, egyáltalán nem, mert nagy, nagyon érdekes csak, hogy, hogy egy picit megszakítsalak, Nyugodtan. Tehát, hogy, hogy ne legyen monoton a dolog. Ez azért nagyon fontos, amiről beszélsz, mert ezekről. Én egyéb médiákból rajtad kívül a személyes kapcsolatokon kívül nem nagyon szereztem tudomást. Pedig ez egy roppant fontos dolog, és olyanokról kell majd beszélgetnünk, hogy átlépted nemes egyszerűséggel, hogy a virtuális világ lényegét, most nem akarom, ki kell fejtenünk, mert nem mindenki számára jelent valami olyan dolgot, amit a mindennapjaiba betud. Meg kell védenem például az, az ITM-et abban az értelemben, hogy az ITM-nek van például egy nemzeti mesterséges intelligencia stratégiája. Ez egy 34 oldalas anyag, és kiugró színvonalú a, 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 a megszokott, az olyan, amit más minisztériumokból kaptál, elutasított dolgokhoz képest, tehát vannak itt jó dolgok ebbe az országba, és nekünk az lenne a dolgunk, hogy ezeknek a jó dolgoknak teret biztosítsunk a, a fölösleges információk helyett, és amit te mondasz, és ez nagyon fontos dolog. A jövőnkről van szó. Majd arról is beszéljünk, hogy az hogy derült ki, hogy pont a 10 és 12 év közötti gyerekek a legfogékonyabbak erre. Mert hát tulajdonképpen a jövőkről van szó. Tehát most már nem a mikor osztályunkat kell képezni és érzékenyíteni, hanem ezeket a fiatal gyerekeket olyan impulzusokkal ellátni, amit egyébként most a környezetükből nem nagyon kapnak meg. Mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, azért egy zárőes megjegyzést. Magam, mint mérnökember a Magyar Mérnöki Kamarán belül, a hírközös infolytagozaton belül az informatikai szakosztálynak az elnöki tanácsadója vagyok, és többek közt a Messi-intlé koalícióban is benne vagyok, tehát amit előbb említettél, elég közelről, belülről ismerem ennek a működését, és valóban ez egy nagyon jó kedvezmény, kezdeményezés, azzal együtt, amit a digitális jólét programon belül is sok-sok mindent tapasztalunk. Itt csak záró, ebből most nem akarok belemenni, csak tehát ismerem, ismerem ezt a projektet, és nagyon-nagyon nagyon előre haladó István, akkor újabb, újabb kapocs, bocs, hogy közbevágtam, mert én is tagja vagyok a Mesterséges Intelligencia Koalíciónak, és ott kommunikációs szolgálatokat vagy Én. szolgáltatásokat ajánlottam. Én fel, a, a biztonságban is szükség szükség van. alkalmazást munkacsoportban, hogy mondjam, serénykedem, ha éppen tudok. Tehát, de visszatérve, mert több dolgot is említettél. Ugye a, a virtuális valóság az az, amikor egy, egy úgynevezett ilyen VR szemüvegen, virtual reality virtuális valóság szemüveget fölveszünk, és amit látunk, az teljes mértékben egy ö, virtuális világ. A kiterjesztett valóság az az, amikor a virtuális világnak a elemét már mixeljük ö, valós elemekkel. Mondok egy példát, például ma már nagyon sok olyan van, amikor ö, egy ö, játékokba leginkább vagy boltokban, és te, mint kommunikációs szakember, bemutató termekben, amikor egy ilyen valóság szemén keresztül tudod kiválasztani, hogy milyen csempéd legyen, milyen színű autód legyen, butrod legyen, ruhád legyen. És akkor van még a a kevert valóság, a mix reality, de ebbe most már tényleg nem mennék bele, mert ez már nagyon messze vezetne. Tehát gyakorlatilag a virtuális valóságnak az jelen van egyre inkább, de leginkább a szórakozás és játékok terén van jelen és a, 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 ugyanakkor pont arról szólt ez a VR esemény, ami már több éve van Hollandiában, és minden kedves hallgatót, ha van rá módja lehetőség, és térme érdekre, akkor javaslom, hogy idén összel ide menjen ki, mert megint lesz, ez egy ötnapos rendezvény Amsterdamban, ez volt a reklámhelye, hogy itt rengeteg eszközt mutatnak be, és rengeteg alkalmazást, hogy a virtuális valóságot hogy lehet használni a gyógyászatban, az építészetben, a tervezőmunkában, az oktatásban. Tehát ma már uh, nincs a, uh, nagyon kevés olyan terület van, ahol a virtuális valóságot ne lehetne használni, és a Max Lovreszek pedig uh, ezt kifejezetten az oktatásra vetítik rá. Föltetted a kérdést, hogy hogy választották ki a 10-12 éves szak, uh, gyerekeket? Hát ott egy elég komoly kutatást végeztek, ennek a részleteinek az ismertetésétől most eltekintenék, de nem csak alsukra ütöttek, hanem egy komoly kutatás, szociológiai kutatást végeztek, hogy melyek azok a célcsoportok, akiket érdemes megtalálni. És én úgy gondoltam, hogy ha Hollandiában ezt a kutatást elvégezték, és a 10-12 évesekre jutott a döntés, akkor én ezt elfogadom, hogy Magyarországon is ez így működjön. De itt viszont rögtön meg kell jegyeznem, hogy az a tananyag, ami elkészült, az a holland, olasz, francia, magyar szakembereknek a mindegyik ország két-két főt delegált ebbe a munkába. Egy demokratikus szemtőzős elvén megvalósult tananyag készült el. Így vannak benne olyan anyagok, ami ebbe a pilot programba minden egy országba lemegy, Mely anyagok gyakorlatilag ö, nem minden országban jók. Majd erről egy picit, hogy miért volt kevés média megjelenés, és miért van most sokkal több, erről majd a szünet után. Na most akkor egy kis szünet, és akkor a zene után folytatjuk. Köszönöm szépen. Reméljük, hogy a kedves hallgatók az információk feldolgozásába előrébb jutottak, amit az előbb kaptak, és egy kicsit tudtak pihenni a zene alatt, és akkor innen folytatjuk. Tehát ott tartottunk, hogy miért nem láttál erről nagyon információt a médiában, és hogy miért van most már kicsit több. Ennek az az oka, hogy mint említettem, jelenleg a pilot program zajlik, ami azt jelenti, hogy március elején Magyarországon elkezdődött 21 iskolában kb. 1500 gyereknek a oktatása. 70 felkészített tanár közreműködésével. Ezeket a tanárokat mi gyakorlatilag online kurzusokban készítettük fel. Megkapták a tananyagokat. A tananyagnak több lába volt. Volt egy tanulói munkafüzet, ami ki volt fizikailag is nyomtatva, és ezt megkaptak a gyerekek. Volt egy úgynevezett tanári kézikönyv, amiben konkrét óra terv volt, nem vázlat, tehát a konkrét óraterv volt lent, tehát azon kellett csak végigmenniük a tanároknak, és ugye volt egy STEM kézi könyv, ami túlmutatott a 12 leckén küldetésen, és a tanároknak okos gyakorlatokat kíván arra nézve adni, hogy hogy tudják a gyerekeket a STEM, STEAM oktatásban jobban részesíteni. Zárójel, ez a STEAM oktatás, ez azt jelenti, hogy a STEM négy betűs mozaik szóba be van illetve egy A betű zárójelbe. Régebben ez az artot a művészetet jelentette, az újabb értelmezésben az O, mint all jelenti a mindent, és az a lényeg ennek az oktatási rendszernek, hogy mixeli az anyagokat, a tananyagokat. meg, a tanárok örültek ennek? Szerettek részt venni ebbe a dologba? Meglátták a az újdonságot és a nagyszerűséget benne? A jelentős többség igen. És akkor itt visszatérek egy elvarratlan szárak a központra. Tehát amikor elnyertük ezt a pályázatot, akkor kérdés volt, hogy oké, okay, kik legyenek azok az iskolák, akik részt vehetnek ebbe a programba, és a Klebersberg központból kaptunk egy adatbázist, ők kijelöltek tankerületeken belül iskolákat, akik úgy gondolták, hogy ebben a programban részt vegyenek, úgyhogy Ezekből az iskolákból merítettünk, illetve természetesen azoknak a munkatársainknak az iskolájából, hiszen a munkacsoportban aktív pedagógusok is részt vettek, és nyilván az ő iskolájuk ebben részt vett. és Ennek eredményeként egy kérdőívet küldtünk ki az iskoláknak, és a beérkezett válaszok alapján lett kiválasztva az a 21 iskola, aki ebben részt vett. Azt még tudni kell, hogy ezek között az iskolák között volt elmondom, mert nem, miért nem mondanám, Hernád Németi, egy kis református iskola, Gyulaháza, ahol Farkas Bertalan született, Ebes, Hodmezővásárhely, Pécs, Zánka, Biatorbágy, Budapestről a 17. és a 21. kerületből iskola, Zalaegerszegről iskola, Kálozról iskola, lehet, hogy valakit kihagytam, akkor elnézést kérek. És ez azt mutatja, hogy az iskolák nem csak és kizárólag egy réteget érintettek meg, hanem ez egy teljesen lefedi, hogy úgy mondjam a magyar valóságot. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert elindult ez az oktatási program március 1-, és ugye a hat lecke után jön a rakéta. és Március 20, április 29-én idegurult Budapestre, nálunk volt először, hogy Hollandia után ez a rakéta megjelent. Április 29-én idegurult Budapestre, a városházat téren kaptunk területfoglalás engedélyt, a Budapest Brandelnek köszönhetően, és a Főváros Önkormányzatnak köszönhetően, és két napig, április 30-án és május 1-én, azok a gyerekek, vendégeink és a média képviselői kaptak meghívást, akik részt vettek a gyerekek közül az első hat leckének a sikeres vizsgáján, és, és részt vettek a vazutásba. És akkor innét kezdve, tehát ha valaki az interneten rákeres, akkor most már egy a -e 40-50 megjelenést lát, ö, ö, sőt, volt TV is, mm. tévében is megjelent, rádióban is megjelent, printben is, online is, tehát most már jóval több megjelenésünk van, aminek nagyon örülünk, és akkor innét Budapestről mentünk le, ö, ö, le föl Uh, Hernád németibe, onnét utána a onnét Zánkára, és ugye ez csak négy helyszín volt, de 15 iskola. Hát úgy kellett logisztikai megoldani, hogy olyan, má, olyan iskolák, akik nem a helyszín voltak, a gyerekeket buszoztattuk, uh, nem kis költséggel. Uh, itt jegyzem meg, hogy az alapítványunk gyakorlatilag ezúttal is hálása a támogatóinak, mert ha ezek a támogatóink nem lettek volna, akkor csak és kizag az Erasmus által adott támogatásból összegből ez a program ilyen színvonalon nem valósulhatott volna meg. Tehát röviden ennyi. Tehát akkor, akkor azt mondod, hogy a kőkemény sziklaszirád valóság az két fára fektette a virtuális valóságot, mert ahogy megjelent a kamion a maga valóságába, a magi, maga létezésébe, az sokkal nagyobb érdeklődést váltott ki a közfigyelem odafordulását eredményezte, és a média figyelmét, ami hát egy nagyon jó hír. Ez így van. Mikor ez a program indult, és különböző ilyen műhelyi beszélgetéseket folytattunk, akkor voltak olyan angok, hogy hát nem kell ehhez az a kamion, egy VR sisakot lehet venni bárhol, programot lehet csinálni, ráül egy forgószékre a gyerek az iskolában, és akkor ott forog, és megnézi ezt a programot. Mi erre azt mondtuk, hogy ezt meg lehet csinálni, de ez nem a Spacebuzz, tehát ehhez mi nem adjuk a nevünket, ez picit olyan, mint a tanúból a maranc, magyar narancs. Tehát <laughs> igen, de mégsem. És valóban ez a rakéta, ez egy hatalmas kamion, van 45 tonnás, 15,5 méter hosszú csak a vontatmánya, és ebbe beülnek a gyerekek, kilenc darab szék van benne, ezek a székek mozognak előre-hátra, föl Tehát oldalra, ülnek be egyszerre. Egyszerre kilencen tudnak utazni, Elején, elején, kapnak egy felkészítést. Milyen nyelven, milyen nyelven folyik az ott létük alatt a kommunikáció? Ezek a programok, ezek a, programok a virtuális űrlétezásnak a programja eredetileg angol volt, sőt holland, viszont az Erasmus Plus programon belül mindegyik ország elkészítette a skriptjét a fordítását, amit kiküldtünk, és Hollandiában ezt leszinkronizálták, és itt Magyarországon az iskolák választhattak, mert van olyan iskola, ahol két nagy nyelvi oktatás van, ott volt angolul is és magyarul is, és de főleg magyarul ment az űrutazás, tehát magyarul hallgatták a lurkók az információkat a André Kujpész avatáriától, hogy most mi történik és éppen mit látnak. Tehát beülnek ebbe a rakétába, előtte elmondják nekik, hogy nyugi, nem kell megijedni, visszafognak jönni a földre, és nagyon aranyos reakciók voltak. A kérdésedre válaszolva, hogy a tanároknak ez hogy tetszett, Hát én csak azt tudom mondani, hogy többségüknek, döntő többségüknek igen, ezt azért is merem mondani, nem csak a helyszíneken elhangzott riportok alapján, hanem egy kérdőívet is kiküldtünk, ezek folyamatosan érkeznek be a tanároktól a 70 pedagógust, aki részt vettek, jelenleg olyan 25-30 visszaérkezett válasznál tartunk és ennek a, ennek a, ezeknek a feedbackeknek az alapján ki fogjuk értékelni, de egyenlőre nincs negatív vélemény, és ami nagyon örülünk, aminek nagyon örülünk, hogy a VR űrutazáson részt vett gyerekeknek is kiküldtünk kérdőéveket, és abból is már több mint 150 visszajött, és egy kérdést emelnék itt ki, hogy van -e egy olyan, hogy ajánlanád-e barátaidnak, hogy vegyen ezen részt? Hát gyakorlatilag elsöprő többség, majdnem, hogy száz százalék, aki azt mondja, hogy igen, mint hogy arra is, hogy részt venné le újra egy ilyenen. És a, amit még erről az oktatásról érdemes elmondani, hogy ez egy élmény alapú oktatás. Tehát nem arról van szó, hogy itt a tananyag tanult meg, hanem már a 12 lecke is egy kreativitást, egy együttműködést. Bocsáss meg, ez, hogy élmény alapú oktatás, hát mintha a hájjal kenegetnék a, az én lelkemet, meg a hátamat. Ez miért nincs a magyar köznyelvben, meg különösen az oktatás szaknyelvében elterjedve? Hát micsoda, micsoda dolog az, amikor, milyen nagyszerű dolog, amikor az új tudás az örömet jelent. Hát, és ez ki van, nem, nem feladat, és nem izzadni kell, és nem magolni, hanem hanem boldognak lenni és örülni. Ezt nem töl, tőlem kérdezheted, de tőlem erre nem fogsz választ kapni. De kedvesként. hogy nem. De, én, de hát nem véletlenül választottad ezt. Engem az érdekel, hogy hogy jutottál el idáig, hogy. Egy, egy igen komoly vállalkozóból csak a jótékonyság és a jótétemény, hogy embereknek jót, örömet, a világot előre vid, azért ez nem volt egy egyszerű út, hát ennek egy fontos eleme, hogy ilyen, ilyen mondatok hagyják el a szádat, és hát ez hát, nagyon-nagyon boldogá Károly, ez egy hosszú történet, és szerintem a műsoridőre nem ad elég időt, annyit pedig ez kell. lenne igazán érdekes, mert ezen az úton kéne minden magyar embernek végig menni, aki még nem jutott el idáig. Ez a rádiónk egyik fontos küldetése. Annyit tudni kell, hogy jó magam sem voltam soha nagy klímavédő, meg környezetvédő, de megérintett. Tehát valószínűleg ez a korral együtt jár, és abba bízom, hogy ennek a programnak a sikeres eltérjesztés, és itt vannak más kezdeményezések is, tehát több is van. Ezeknek az eltérjesztés el fogja azt érni, hogy nem csak korral jár együtt a klíma és környezetvédelem fontosságnak felismerése, hanem már a gyerekek és a jövő generációja ebben nő fel. De István, István ez azért is fontos a, a közgondolkodás szempontjából. Azért egy magyar átlag, egy, egy ember, egy magyar ember, amikor meghallja, hogy itt nálunk űrkotatással foglalkozó kormány biztos van, akkor legyint egyet, egyet. Ugyan már mi szükségünk van nekünk erre? Hát ö, ö, el kéne mondani, hogy mi ez bizony igen nagy szükségünk van rá, és ezek a gyerekek, akik részt vettek ebbe a programba, soha nem fognak ilyen ostoba kérdéseket feltenni, hogy erre. Tehát ez szemléletformálás. Abszolút, és olyannyira így van, hogy ugye van nekünk egy Facebook, Facebook, Facebook oldalunk, csoportunk, nem túl nagy a látogatottsága, tehát ezúttal is, ha esetleg valaki kedvet kap arra, hogy ezt kövesse, akkor azt nagy tisztelettel vesszük a Facebook oldalunk követését, és ott is ugye beszámolunk folyamatosan, rengeteg videó van föl mindarról, amiről is beszélgetünk, meg másról is, és ott is jött ilyen komment, hogy na hát most pont erre van szükség Magyarországon, hogy ilyen, ilyen idiótazmusra. És ugye biztos akkor megint csak a gazdag gyerekek jutnak el, és akkor az egyik résztvevő beírta, hogy miből tetszik ez gondolni. Hernád Németiben kifejezetten hátrányos helyzetű gyerekek vettek ebben részt ebben a programban, és egyáltalán ez nem igaz. kettő, az űrkutatás kaptán ugye a, a, a hogy is fogalmazzak, tehát aki azt mondja, amit te mondtál, és van ilyen komment is, hogy hát minek most itt az űrkutatás, meg az űrbe mászkálás, meg miről beszélünk. Kérem szépen, az űrkutatás, az űr, az űrtevékenység az nem azt jelenti, hogy holnap után mindenki űrhajos legyen, hanem az azt jelenti, hogy olyan területnek a kutatása, ami a napi mindennapjainkban ma már itt van a jelenünkben, ugyanúgy, mint a mesters intelligencia. De ebben most nem menjünk bele. Tehát az, hogy most a kedves be hallgatók fogunk, minket, be fogunk menni. Az, a kedves hallgatók, most minket hallgatnak, ez annak köszönhető, hogy vannak, van egy internetes rádió, ez az internetes rádió sugároz, és ez a sugárzás nagy valószínűleg nem Kábelen jut el hozzáik, nem mikrohullámon, hanem műholdas adatátvitelen keresztül. Az, hogy a közlekedésnél egy navigációs rendszert a mobiltelefonon használsz, ez a műholdaknak köszönhető. Az, hogy a mezőgazdaságban előrejelzések vannak, mert ez a műholdaknak köszönhető. És ezt nem kívánom sorolni. Sárhegy István úr, aki a kuratóriumunk egyik tagja, nagyon jól megfogalmazta, hogy ez a Space Bus program, ez egy inspiráció a gyerekek felé. És nem biztos, hogy űrhajós lesz, nem biztos, hogy űrkutató lesz, lehet, hogy szociológus lesz, lehet, hogy történész lesz, lehet, hogy tanár lesz, lehet, hogy akármi lesz. Ez egy olyan inspirációt ad neki, és a gyerekek ez jön le, hogy egy felejthetetlen élményt kaptak ezzel, és volt olyan kisgyerek, amikor kiszállt az űrhajóból, ebből a virtuális valóságból, és megkérdeztük, hogy mit Látott, és akkor azt mondta, hogy azt láttam, hogy a Földünk a sokkal szebb, mint amilyennek eddig gondoltam, és hogy nagyon vigyázni kell rá. Tehát, ha csak azt elérjük, hogy ezek közül a gyerekek közül csak a 10%-a megváltoztat a szokásain, és a környezetét is erre ráveszi, akkor már ennek a programnak van sikere. Tehát ez a space az oktatási program, ez messze több, mint egy VR utazás, hiszen azt elmész egy VR parkba, ö, veszel egy VR szemüveget, vannak ilyen programok, hogy utazás a holdra, mászkálok az űrben, ez nem erről szól. Itt ez arról szól, hogy miközben ezt az élményt megkapja, tanul megismeri azt, hogy megtudja azt, hogy mi az, hogy túlhalászat. Amiről lehet, hogy fogalma se volt, hogyha több halat szalászunk ki, mint ahogy szaporodnak, akkor abban problémák lesznek. De ebben nem kell belemenni. Hogy az a... Vagy ami az szintén... erdőírtásból, vagy a az szintén. vagy a, ugye, ugye, van a klímaváltozással kapcsolatban, vannak a skeptikusok, meg a nem skeptikusok. Én erre nem kell állást foglalni, de egy tény. A klímánk változik, ez, ez kétségtelen és a környezetet romboljuk, ez is kétségtelen. Ebben most nem kívánok belemenni, ez egy nagyon hosszas téma lehet, de amit viszont el mondani, hogy magában ebben a 12 leckében, küldetésben maguk ezek a küldetések is olyanok, hogy az iskolák kaptak egy űrládában kellékeket, eszközöket, amivel a gyerekek ezeken a foglalkozásokon foglalkoztak. Mondok egy egyszerű példát, Kaptak egy sütőkesztyűt. Na most lehet, hogy a kedves hallgató azt mondja, hogy egy sütőkesztyű, űrkutatás, miről beszélünk, vagy űr. És egy azon gyakorlatot kellett végrehajtani, hogy kaptak egy dzsenga készletet, az ilyen kis fakockák, és ebből a dzsenga készletből, 15 darab ilyen dzsenga kis kockából, fasából, sütőkesztyűben ki kellett rakniuk egy űrhajónak a, a kontúrját. Na most uh, ajánlom mindenkinek, próbáljon meg sütőkesztyűben uh, ilyen pött kis dzsenga uh, uh, kockákból összerakni egy Ezzel űrhajó. a súlytalanság állapotát akartátok Nem? valahogy? ezzel azt kívántuk bemutatni, hogy az űrhajósok, amikor az űrben dolgoznak kény, akkor körülbelül legalább ilyen bonyolult nekik a kinti űrruhájukban szerest végezni. A súlytalansággal kapcsolatban nekünk, magyaroknak az volt a tervünk, hogy vegyünk bele egy... Uh, úszás oktatást és iskolát, hiszen a vízben gyakorlatilag hasnak az élmények. Ezt a külföldi kollégák elvetették ezt a javaslatunkat, de a végleges és általunk tervezett Magyarországon megvalósuló programban biztos, hogy lesz egy ilyen lecke, mert ma már nem iskolában van úszás oktatás, legjobb tudomásom szerint, hogy lesz egy olyan leszke, hogy akkor a víz alatt akkor ott bizonyos feladatokat csináljanak, mint ahogy a magyar programot biztos, hogy ki fogjuk egészíteni azzal, én egyébként a Magyar Asztánia Társaságnak is tagja vagyok, és a Magyar Asztánia Társaság elkészített egy fantasztikusan jó anyagot, egy 13. küldetést, hogy úgy mondjam, ami a Magyarok az űrkutatásban, a Magyarok az űrben témát viseli, címet viseli, és nagyon-nagyon gyerekeknek a nyelvezetével, de nagyon-nagyon jó pofa anyag, tehát egy biztos, hogy mi nagyon reméljük, hogy a, 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 a programot el fog, Tehát meg fogjuk tudni valósítani Magyarországon a személyi, tárgy és anyagi feltételeit, hogy ez a program Magyarországon se le tudjon indulni. Hány gyerek ö, részesült ebben az élményben, hogy beülhetett az űrhajóba? Az oktatásban 1500 gyerek vesz részt, az űrhajó utazásban 798 ö, olyan gyerek vett részt, akik... Ö, részt vettek az oktatásban. És a hatodik leckéig eljutottak. És, is, és, és ezt sikeres vizsgát tettek belőle, így van. Tehát a válaszom az, hogy 798, és a honlapunkon, ugye van egy honlapunk is, spacebus.hu, a honlapunkon ott van, hogy hányan vannak, akik most felkészülnek, mert reményeink szerint összel megpróbáljuk ezt az űrhajót visszahozni, de Magyarországra, mindaddig, amíg nem lesz sajátunk, ami a célunk és megpróbáljuk visszazni össze, és akkor azoknak a gyerekeknek, akik most még nem jutottak el ebbe a virtuális világba, ebbe a virtuális utazásba részt fognak tudni bevenni. Egy dolgot nagyon ki szeretnék emelni. Minden olyan dolog, ami nem természetes, illetve minden, akár természetes, ha túlzásba visszük, az nem jó. Ez a VR szemüveg, a VR játékok, ezek, Megterhelik az agyat, megterhelik a lérzékszervünket, a pszichét is. A pszichét a is. is megterhelik, ezért nem véletlen, hogy 14-15 perc is az utazás, és nem hosszabb. Lehetne ez egy fél órás is, lehetne egy órás is, de nem gondoljuk, hogy, hogy ebből mindennapi használatot kell csinálni. Ugyanakkor, viszont, és nagyon sok pedagógus ezt mondja, hogy számukra egyértelműnek tűnik, hogy a virtuális valóságot nem csak ebben a formában lehet bevonni a tanításba, hanem más területekre is. Például a biológiában, a testet, a testnek a felépítését, történelemben, egy virtuális időutazás, de ebben most megint nem mennék bele. Rengeteg mindent lehet csinálni. Tavaly volt szerencsém egy előadást tartani Hajdúszoboszlón a, a Köznevelési konferencián, és hát látható módon egy teljesen új szeletet nyit ez meg a magyar oktatás történetében. Meg szemléletet. Ez nem csak szelet, tehát itt nem csak egy terület, hanem ezt nem lehet a hagyományos módon közelíteni, közérthetővé tenni és átadni. Tehát ez egy újfajta közelítés, ami legalább olyan fontos, mint maga a téma. Mi kell ahhoz, hogy egy ilyen magyar űrhajó megvalósuljon? Mi kell a költségei? Ami a háborúhoz is. <laughs> csak annyi, Na, az a három háborhoz. dolog? Igen, de, de, de mennyi abból a pénz, dolog. pénz, 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 de mennyi, e, mennyi, tehát, mennyi? Tehát, mi lehet, mi lehet a ennek a... Öletkező. Ugye ennek a programnak az egyik alapja a megfelelő tananyag. Ez gyakorlatilag 90 százban kész, hiszen az, ami most az Erasmus programra elkészült, azt kell egy kicsit magyarítani. Mit értek ez alatt? Amit előbb elmondtam, hogy ö, ö, olyan részek legyenek a leckékben, amik a magyar gyerekeknek, a magyar oktatáshoz szól, a magyar gyerekek érettségi szintjének megfelelő, mert van egy-két nagyon bugyuta történet is benne, de hát a holland, francia és olasz barátaink is leszavaztak van. minket, hogy az legyen benne. Vannak benne. Ö, ö, a VR filmnél, Ugye ez a VR-film André Kújpírsz viziti végig a gyerekeket, és például a holland partok mellett repül el. Mi szeretnénk egy olyan magyar VR-filmet csinálni, ahol egy magyar űrhajós avatárja viszi a gyerekeket, akár Farkas bertalanúr, úr, hogyha ezt bevállalja, akár a most gyakorlatilag kiválasztás alatt álló űrprogramban majd résztvevő valamelyik kiválasztott űrhajósunk. Magyar tájak, a Kárpát-medence fölött Balaton. repüljünk el, a Malaton fölött repüljünk el, stb. 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 És ugye hát a legnagyobb falat magának ennek a rakétának a megvalósítása, hát ez, ez egy, ez, egy, hát ez egy több százezer eurós költséget jelent, de Folynak az emberek. Lenne hazai kapacitás igen. és technológiai igen. tudás. Igen. ehhez? Igen, igen. Ö, Holland barátaink jelezték, hogy ők nagyon szívesen ö, eladnak nekünk egy ilyen rakétát. Hát ki sem merem mondani az összeget, mert 700 ezer euró. Á, és, és mondtuk, hogy klassz, szuper. Á, viszont van Magyarországon olyan professzionális kapacitás, sőt, ha valaki esetleg hallja ezt a műsort, és úgy gondolja, hogy neki is van, akkor csak jelentkezzen Helényi Károly úrnál itt a stúdióban, hogy ezt valószínűleg gazdaságosabban és jobb minőségben tudjuk megoldani. Ugye ne felejtsük el, ez a berendezés, ez 2018-ban készült el, sőt, már akkor elkezdett működni, tehát ebbe 2018-as technikák vannak, és a technika ezen a területen is rengeteget fejlődött, nem hogy négy év alatt, de már egy év alatt is. Mi nagyon reméljük, hogy a Magyar Space Base rakéta, vagy a Suminski Nándor barátom, aki azik legnagyobb űrgyűjtő, ő azt mondta, hogy miért kell István mindent angolul mondani, miért nem magyarul mondjuk azt, hogy űrfürkész, tehát Uh, ugye jelenleg egy nemzetközi projektben dolgozunk, és kvázi, mint egy franchise vagyunk benne, tehát nem mondhatjuk azt, hogy nem ez a neve, de lehet, hogyha egy, egy magyar uh, uh, rollabban elindul oktatásról beszélünk, akkor az már lehet, hogy az űrfűrkész fog futni. Esetleg már partnerek is vannak, akik ennek az elkészítésébe részt tudnának venni? Folytatsz ilyen megbeszéléseket, Igen, tárgyalásokat? Igen, van, van, van. Már ott tartunk, hogy most el fog készülni nagyon rövid időn belül egy olyan, műszaki terv, 3 d animációk, költségvetési terv, rendszerterv, stb. stb., ami ezt az alapítványunk meg fogja rendelni ettől a cégtől, és hát ezzel már el tudunk talán kezdeni csúnya szóval élni, kalapozni, hogy ahogy Hollandiában összegyűlt a szükséges összeg, hogy Magyarországon is akár magánszemélyek, akár szervezetek, akár vállalkozások, akár az állami szektor meglássa az ebben lévő lehetőséget, hiszen, mint mondtam, ezt a gyerekek, ezt az oktatást az iskolákon keresztül, akár tanórai oktatásban, akár szakkori oktatásban, és Magyarországon az utóbbinak van nagyobb lehetősége, hiszen a tanmenet az nagyon behatárolt, de most is voltak olyan iskolák, akik meg tudták oldani, hogy tanórai keretek közt csinálták, de volt olyan iskola, a szakköri e, oktatás. Sőt, volt olyan iskola, ahol e, az adott iskolába, az adott körzetből, más iskolákból is jöttek gyerekek. E, nagyon nagy, ez... E, ez e, István, nem. utolsó kérdés a csodák palotájával, mert Fö adja magát, hogy van-e valamilyen kapcsolatot? Fölvettem a kapcsolatot a csodák palotájának az illetékeseivel, ez a COVID alatt volt még, valószínűleg most frissíteni fogom ezt a kapcsolatvelvételt, mert mi azt szeretnénk, hogyha ez a dolog megvalósul, akkor ennek a rakétának kell egy bázis, tehát hol van mert nem biztos, hogy minden nap iskolákba megy, és például a Csodák palotája egy kiváló bázis lenne, ahol gyakorlatilag ö, ö, nem feltétlenül és kizárólag a, a Space az oktatási program keretén belül, hanem más ö, alapokon is ö, látogatókat fogadhat, nem biztos, hogy csak gyerekeket, és záró gondolatként, amikor ez a rakétát, kivitték ezt a rakétát a hollandok 2019-ben Houstonba, és Washington DC-be, ahol Houstonban az űrhajós konferencia volt, és a, -e, a Nemzetközi Szövetségnek volt a kongresszusa Washington DC-be, akkor ott űrhajósok kipróbálták ezt. És az űrhajósok azt mondták, ez is fönn vannak a neten, fenn van a mi YouTube csatornánkon is sok ilyen videó, hogy ezt minél több embernek ki kéne próbálni, felnőtteknek is, és zárszóként ezt nagyon jó lenne, hogyha döntéshozó politikusok és gazdasági vezetők is kipróbálnák, és szeretettel várjuk hív őket. Hívd meg őket, hív meg őket, akár a mi műsorukon keresztül. <há> nagyon köszönöm, hogy itt voltál. A műsor tanulsága és lényege, és a mi rádiónk hogy egy civil ember, civil kezdeményezés, aki fürkésző szemekkel járja a világot, és minden újdonságot észrevesz, milyen fantasztikus lehetőségeket és társadalmi erőt rejt magába. Úgyhogy köszönöm szépen neked ezt a beszélgetést! Én köszönöm a lehetőséget.